Szentmisére hívta a híveket a magyarok nagyasszonya Minden Szentek templom harangja vasárnap délután Újfehértón. Kettős ünnepet ültek a római katolikusok a kisvárosban, egyrészt 200 éve áll már a templomuk, másrészt pályázati pénzből, az egyház forrásaiból és a hívek adományaiból meg is szépült a patinás épület. Az ünnepi misén Bosák Nándor püspök is részt vett, aki megáldotta és fel is szentelte a 10 millió forintból kívül belül megújult templomot. Egy-egy ilyen ünnep mindig azt jelenti, hogy hálát adunk azért, amit elértünk a munkálatokban, így mondanám, hogy a külső dolgokban, meg erőt gyűjtünk a következő feladatokhoz, hiszen a vallási élet, meg az Isten szolgálat az mindig élőnek, és így mondanám, hogy napra késznek kell lenni. Az újfehértói római katolikus templomot 1804-ben kezdték el építeni, és 1812. november 26-án szentelték fel. 1814-ben tornyot is kapott, de nem volt toronyórája. A mostani felújítás során így egy díszes órával is gazdagodott a templom. Juhász Imre, a helyi plébános, a paplakban kis kiállítást is készítetett az ünnepre, amely a templom történetét, korabeli dokumentumokat mutat be. Sőt, még egy 100 évesnél régebbi templomi ostyasütő is előkerült. Azért itt kell egy kis karizma, tehát ma már ilyen elektronikus sütőkkel, csak felemeljük őszintén, szinte ilyen pneumatikus a felhajtója. A templom felújítását a plébános, a hívek és az egyház közös sikerének tartja. 200 éve az itt élő római katolikus hívek számára lehetőség van arra, hogy nem kell átmenni más településre, hanem itt helyben tudják az Isten dicsőíteni, helyben tudják a szentségeket elnyerni, amelyek a keresztény életbe beavatják őket, amelyek az istenes életet erősítik bennük. A templom szentelése alkalmából körmenetet is tartottak Újfehértón, amelyen a megyés püspök mellett a többi történelmi egyház képviselői is részt vettek.